Országszerte is itt Heves megyében is egyre népszerűbb közlekedési forma a kerékpározás, de egyben ők a közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői is, azonban ők is sok balesetet okoznak. Egyrészt ez a füzesemegyi járást kifejezetten érinti, hiszen a Tiszató megnövekedett turisztikai forgalmának köszönhetően egyre több kerékpáros jelenik meg. Nyilvánvaló a népszerűség annak is köszönhető, hogy egyrészt egy alapvetően gondozásmentes, illetve vezetői engedélye nem szükséges a vezetéséhez, tehát ez egy elég mobilis közlekedési eszköz. Másrészt azonban vezetői engedély nem kötelező, viszont ettől függetlenül a KRESZ szabályok ugyanúgy vonatkoznak rájuk. Sajnos egy elég durva statisztikai adatot szeretnék közölni kifejezetten Heves megyében. A tavalyi év azonos időszakában minden 20. balesetet okoztak kerékpáros járművezetők, azonban jelenleg ez az idei statisztika minden 10. növekedett. Sajnos nem tudják azt, hogy egyébként minden egyes KRESZ szabály, ami egyébként egy gépi meghajtású járművezetőire vonatkozik, az ugyanúgy vonatkozik a kerékpárosra is. Jellemzően ugyanúgy a kerékpárosok nem tudják megválasztani megfelelően a sebességet, tehát ugyanúgy szubjektív gyorshajtás náluk is elő szokott fordulni, tehát hogy nem az időjárási látási útviszonyoknak megfelelően közlekednek. Nagyon jellemző kanyarodás, illetve az elsőbség megnemadása, tehát az elsőbségadási szabályok megsértése, illetve gyakorlatilag rengeteg kerékpáros nem tudja azt, hogy például a kijelölt gyalogátkelő helyen a gyalogos részére ugyanúgy elsőbséget kell adnia. Egyébként, hogy mennyire is jellemző az, hogy a kerékpárosok baleseteznek a területünkön, tehát hogy kicsit közelebbnek érezzék. Füzesabonyi járás területén 2019-ben Besenyőtelken, illetve Füzesabonyban fordult elő egy-egy baleset, amelyben jelenleg is folyamatban van az eljárás. Lényegében ittas kerékpáros ütött gyalogos idős közlekedő személyt a járdán, és mind a két esetben maradandó egészségromlás, tehát súlyos fogyatékosság fog következménye lenni a közlekedési balesetnek, és jelenleg ezt vizsgáljuk. Másrésztről, bár a kerékpárosnak alapvetően ittasnak lehet lenni addig, amíg kerékpáros közlekedésre biztonságos állapotban van, azonban ha ittasan okoz közlekedési balesetet, akkor bizony a büntető törvénykönyv 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtja ezt a cselekményt, hiszen ugyanúgy gépi meghajtásúnak veszi onnantól fogva, hogy ittasan okozott súlyos sérüléses közlekedési balesetet. A biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen a megfelelően felszerelt kerékpár, hívta fel a figyelmet Kriston Bálint. A kerékpárra kifejezetten szigorú előírások vonatkoznak. Jellemzően egyébként az üzletből már úgy vásárolják meg őket, hogy ezek a kötelező tartozékok rajta szoktak lenni, azonban az évek folyamán ezeket jellemzően nem pótolják. Alapvetően, ami a legfontosabb, tehát megfelelő fékberendezés elől, hátul, egymástól függetlenül működtetve, 150 méterről jól látható előre fehér fénytaró, míg hátra vörös fénytaró fényjelzőberendezés, megfelelően működhethető kormányberendezés, illetőleg kerekenként, tehát legalább az első keréken egy darab narancssárga, kadmiumsárga színű fényvisszaverő prizma, magyarán macskaszem. Ezek a kötelező tartozékok. A rendőrök a város belterületén is folyamatosan ellenőrzik a bicikliseket.